Hazai pályán fogadta a Szerencsváros Sport Egyesületének U18-as csapata november 28-án a Besztárce KK csapatát a Kulcsár Anita városi sportcsarnokban. Andrész Tamás edző kihangsúlyozta azt, hogy ez a csapat az egyik legjobb a régiós bajnokságban, így tudták, hogy nehéz meccs van kilátásban. Az ellenfél már egy jól összeszokott, képzett, régóta együtt játszó játékosokból álló csapat volt. Feltehetően ezért is játszott a mérkőzés elején, megilletődően a hazai csapat. A játék során a hazaiak támadása folyamatosan kudarcot vallott, nem sikerült pontokat szerezniük, és sajnos a védekezés sem működött. Emiatt a félidőre már egy 40 pontos különbség alakult ki az ellenfél javára. A félidőben sikerült kicsit rendet tenni a fiúk fejében. A második félidőt egy 10-0-ás futással kezdték. Az utolsó percekre már 15 pontra sikerült feljönniük. Az edző nagyon örült, hogy a második játék részre a játékosok összeszedték magukat. Úgy vélte, nagy tanulság, hogy nem szabad hagyni az ellenfélnek, hogy ekkora előnyre tegyen szert a mérkőzés elején. Végül az SVS játékosai 71, míg a Besztárce KK csapata 91 pontot szerzett.